Hatalmas egy szeretettel köszöntünk mindenkit, én Kaci vagyok, és itt van mellettem a csodálatos Bézé. Ja nem, én csak a Sima vagyok, a csodálatosat ott Sziasztok! És néhány perccel ezelőtt jöttünk ki a Bohemian Rhapsody, vagy magyarul Bohem Rapsódia sajtóvetítéséről, úgyhogy ebben a videóban erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Is this the real life? Is this just fantasy? Igen, és, hogy, és hogy, hogy miért én, tehát igazából azért azt hiszem, hogy kb. a szerkesztőségben a nulladik percben írták, hogy akkor bézzét, menjen a sajtóvetítésre, tehát aki esetleg véletlen nem tudja, ugye mind a mellett, hogy GameStar pc volt és egyebek, meg, meg, zenélekteknek van a Queen az ilyen nulladik évemtől egy ilyen ultra nagy inspiráció, és 86 óta Queen Club tag vagyok Magyarországon meg, tehát hogy én, én voltam az a, diehard fan mindig is, aki tudod, ez a, ez a creepy fan, tehát aki, aki tudja, hogy melyik milyen magas, és hogy hívják a macskáját, és most néztem, hogy akkurátus-e a macska típus egyébként, és jelentem egyébként, igen. Uh, szóval, tehát, hogy, hogy így ez a minden, tudom, és akkor az, hogy hogy de várj, ezen a koncerten nem arra mozgott, hanem izé, és nem úgy állt a keze, uh, és, és éppen ezért én féltem, és nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, mm. nagyon a film, tehát amikor ugye Kiderült először, ilyen jó pár évvel ezelőtt, hogy ezt a filmet csinálják, vagy legalábbis tervezgetik, akkor azt mondtam, hogy jaj, jaj, de a meg annyi buktató ez a film, tehát ugye lássuk be. Ja, és aztán akkor jöttek ilyen hírek, hogy és családbarát filmet csinálunk. És mondtam, hogy de, de ne, tehát hogy a Queen ez minden volt, csak nem családbarát, és pont ez az, tehát, hogy ugye nagyon sokan, akik ismerik, vagy tehát akik valaha hallottak már queen de nem Queen fanok, azok általában úgy szoktak reagálni, hogy hát a Queen az a Radio meg, meg, meg és És mondtam, hogy basszus, ebből semmi nem fog akkor átjönni, tehát nem jön át, hogy a Queen mennyire kísérletező, meg progresszív volt, honnan építkezett. Majdnem, hogy azt mondom, hogy az, az egész Radio Gaga, meg minden, az a Queen életében egy ilyen mellékvágány mm. volt, vagy hogy is mondjam, egy kötelező dolog, hogy el ne tűnjenek a 80-as években. És hát, hogy a Queen az a háttér is minden volt, csak nem családbarát, és nem csak Freddynek a a szexuális orientációját érintve, hanem, egyáltalán az éles stílus, a veszekedések, a, nagyon sok minden. És, egyébként ilyen szempontból, most, hogyha előre is szaladok egy picit, ilyen szempontból én elégedett voltam a filmben. Jó, a, kezdhetünk egyébként ezzel, az ilyen kibeszélőket úgy szoktuk csinálni, hogy először beszélünk spoilermentesen, és aztán spoileresen, de most nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy spoiler ezt a másik meg, bocsánat, meghal a fő, és a pont ezt akartam mondani, hogy nem is nagyon Fogunk tudni spoilerezni ebből a hát filmből? Ant tudunk spoilerezni, aki eddig sem nagyon érdeklődött olyan mélységben az egész csak meghallgatta a rédőlgeket, és tudta, hogy az, és azt eddig se érdekelte, és lehet, hogy most se fog beülni a moziba. De tehát próbálok az elején spoilerentes maradni, tehát mondjuk az, hogy, hogy egy rockzenekar mögött vannak botrányok, és hogy nem mindenki csak a színpadi csillogás, az szerintem még mindig nem spoiler. Tehát és az életben nem látott rockzenekart, most el kell, hogy áruljam. Egy rockzenekar élete nem csak játék és mese, és ez volt az utolsó hókuszpókos referenc, amit én így most behúztam az egészben. A, ha már ezzel kezdtünk, hogy ami, csirkének a képregények az neked a Queen, vagy talán még inkább, a... Egyébként a queenes képregény adna, de ezt most csak <laughs> most beszúrtam. Ha esetleg valaki. A, hogy én pont, nem nagyon, én nem vagyok egy hatalmas nagy queen rajongó, a, és a, amikor megnéztem az első tréjlert, akkor azt mondtam, hogy na no, erre a filmre én kíváncsi vagyok, mert, mert engem elkapott Egyet. annak a hangulata, és aztán pont most a napokban megnéztem egy másik tréjlert, és Alatta volt egy komment, hogy na jól van, én nem vagyok hajlandó bemenni erre a filmre, mert hogy amikor ez a szám született, akkor a Freddynek még nem volt bajsza, és most miért van bajsza, úgyhogy ez a film tuti egy szar lesz. Úgyhogy neked, mint rajongónak, aki, aki gyakorlatilag percre pontosan tisztában van azzal, hogy hogyan is volt ez a valóságban, milyen élmény volt ez a film, mennyire adta vissza hitelesen, mennyire nem, Pontosan ettől nagyon-nagyon-nagyon féltem az első trélertől kezdve, hogy a legelső tréler, vagy az inkább ilyen teaser volt, tehát ilyen fölvillantott momentumokat. Abból ugye lejött az, hogy Rami Malek egy mekkora, egy csodálatos arc, már megint, bár ugye Mr. Robot óta tudjuk, hogy jó értelme nem normális a sát, de ugye bele is rakták ebbe a viskatójába hogy ő akkor a vírt kölyök, és, és ez azért más szerep. De úgy látszott, hogy ő tényleg beleéli magát abból a pár kockából is, meg ilyesmi, meg látszott, hogy mennyire ilyen szeretettel csinálják a filmet, tehát még ott is fölvillant egy-két részlet, és mondtam, hogy bastos ez tényleg ott volt, és tényleg úgy jó, ez, ez így, ez így jó lesz. És utána pont. Tehát ugye volt ez az ominózus második trailer, talán, vagy harmadik, ami ugye a viva rakjuk készítését e mutatja meg. What is the Lyric? Sing it! És hát ez valóban, ugye ott egy ideig, hát így ment a rajongói levelezés, meg fórumozgatás, hogy ez biztos csak a trailerben került így össze, mert majd a filmbe ki lesz bontva, és akkor majd rendben lesz rakva. Nem lett rendbe rakva, és, és, nagyon sok olyan rossz referenc van még, de jó, szépen beszélem a magyart, dragzom a filmugrat, szóval nagyon, nagyon sok olyan rész van még, ami vagy időben nem, nem stimmel, vagy, vagy mondjuk összemostak dolgokat, összemostak embereket és történéseket, meg ilyesmi, és egész végig azon gondolkoztam, hogy nagyon skizofrén módon néztem egyébként ezt a filmet, mert a, az elején elkapott, az elején nagyon jól elkapott, annak hogy már ott is van egy irtózatos, egy nagy kronológiai ilyen összemosás és, és csúszhatás, de ugye közben végig ott volt bennem az, hogy igen, ezt a filmet, nem, vagy per nem csak a rajongóknak csinálták, és pont az olyan creepiknek mint én, aki utána az hogy hogy de nem ilyen szíri volt a cipőfűzője, uh, hanem pont azoknak csinálják, konkrétan a mindenkinek, akinek azért így két órában át kell adni, Igen. hogy milyen ez az egész, hogy egy-egy egy ívet kell adni, uh, megérteni és éreztetni azt, hogy hol kezdődik egy rockzenekar, meddig megy el, akkor a sikerpénz csillogás, hogy írjuk meg, hogy maradunk fönn, stb. És azt kellett, hogy mondjam, hogy film dramaturgiailag minden a helyén volt, tehát hogy igazából ennél jobban nem lehetett elosztani a különböző ilyen, ilyen csúcspontokat, meg mely pontokat, és ehhez valószínűleg tényleg a legtöbb ilyen kronológiai ide-oda pofozgatás az kellett. Ennek ellenére engem nagyon-nagyon bánt, tehát továbbra is, bocsánat, nem, nem bajszos Freddy írta a Vrival <laughs> illetve a bajszos, Freddy együtt írták, <laughs> mert azért bájnotta de ugyanúgy, tehát mit tudom én az, hogy, hogy tehát ráadásul azt mondja, hogy fogjátok látni, hogy, hogy próbálják egy kicsit ilyen dokumentarista módon csinálni néha az egészet, tehát akkor megy egy, jelenet, ami ilyen emberibb jelenet, meg ilyenek, és akkor utána az, hogy és akkor most elmegyünk turnéra, és hirtelen kirakják, hogy és New York, és Los Angeles, és Rio, és 82 április, meg izé. Majd ezek után, tehát hogy megmutatják, úr nagyon akkurátusak hogy most megmutatjuk, hogy ez a 82-es rio koncert, és közben meg nagyon elcsesznek idővonalakat, tehát én annak örültem volna inkább, tehát tök meg tudom érteni dramaturgiai kellett. A felénél túl is léptem rajta, tehát azt mondtam, hogy jó, akkor ez egy film based on the characters of. Tehát, hogy ez nem a Queenről szól, hanem ez megmutatja, hogy milyen egy Queen jellegű zenekarban egy Freddie jellegű énekesnek a, a, dolga, amit inspirált az emberek valós élete. És onnantól kezdve így ezt eleresztettem, hátradöltem, és ugyan továbbra is észrevettem azt, hogy még mindig ez nem stimmel, még mindig az nem stimmel, de én el tudtam engedni, és mondjuk ez azért nagy szó, mert én tényleg azt hittem, hogy bele fog kötni. Tehát, hogy már most is belekötök, mm. de, hogy, de hogy negatívan ah. fog belekötni, és és tök érdekes, hogy hogy éppen ezért azt mondom, hogy ha Die Hard Queen rajongóként, és kockáspapíros papíros minden stimmeljen Queen rajongóként nézem a filmet, akkor, akkor 5 per 10 hogyha, a filmként nézem, és hatással volt -e rám, és, és a kvint érzelemmel, Quint rajongóként hallgató, néző, ismerő emberként, akkor viszont 8 per 10. Tehát, hogy és, és, nekem most így, így ilyen kijöve a filmről, és így még bennem van az érzelmi plusz meg íze, én azt mondom, hogy ez számít. Tehát, hogy ha elengedem azt, hogy, hogy basszus, ez nem egy íze, tehát nem, nem ott volt a kamerával a stúdióban akkor, hanem hát bizony ezt most csinálták meg, Tök, tök örülnék neki, ha egyszer teljesen korrektan csinálnak, meg, de el, engedjük el, mert, mert legyen jó. Igen, pont azt akartam mondani, hogy, hogy nekem, aki, aki nyilván ezeket a hibákat vagy csúsztatásokat egyáltalán nem vette észre, meg, meg nem tudott ilyenek belekötni, a, nekem tetszett ez a film, és ha érzelmekről beszélünk, én az utóbbi időben nem nagyon néztem a képregény mozikon kívül, Filmeket, azok meg azért annyira nem szólnak mélyen az emberi lélekhez. Főleg a... az újabbak, de ez, ez egy másik kibeszélő de sorozatnak igen. a témája. A... De, hogy, de hogy engem abszolút megérintett ez a film, és, és olyan hatással volt rám, amilyen hatással nagyon régóta nem volt rám film, és uh... mikor, mikor valljuk be, hogy bögtünk? Most bevallhatjuk, Na, szerintem. Tehát egy... És hogy és hogy tényleg nem az, hogy mert nem voltak benne váratlan dolgok, mert ahogy a Bézi is mondta, tudtuk, hogy meg fog halni a főszereplő. Picit drukkoltam. <laughs> <laughs> nem. De hogy, de hogy így volt egy-két olyan pillanat a filmben, amikor így egy koncerten eljátszottak először egy számot, és akkor így éreztem, hogy így végfut rajtam a hideg, meg a koromon és aztán valahol azon a környéken, ahol, ahol kiderül a Freddy betegsége, ott, ott éreztem, hogy így elindul bennem valami, és aztán a, a Live Aid koncerten ott, ott végig. Igen, szóval eleve ugye érdemes azt ö, szem előtt tartani, tehát most a Queen rajongókhoz szólok, tehát hogy tökéletesen tudom azt is, és eleve, tehát fórumokon, hogy tényleg megy a levelezgetés, meg minden, és mindenki tényleg ilyen vegyesen várja ezt a dolgot, most azokhoz a queer rajongókhoz szólok, akik úgy készülnek erre az egészre, mint én. Én tényleg, én konkrétan fikázni mentem, úgy, hogy, hogy nagyon szomorú leszek, de, de szét fogom fikázni, mert nekem fontosabb a Queen annál, hogy elcsessék. És, és aztán rájöttem, hogy nem, filmileg ez, ez, jó, és sok mindent elcsesztek, de egyszerűen ez, tehát ez a mozi és, és, ennyi. És ha én el tudtam engedni, akkor szerintem ti is el fogjátok tudni engedni azokat a dolgokat, amik... Ö, én, nekem inkább egy picit, mind a mellett, hogy tényleg tehát hatással volt rám a film, és nem csak a kvénység miatt volt hatással, hanem egyszerűen tényleg így azt beszéltük, hogy ott, ott ültem én is, és akkor mint az öreg asszony, mikor ez az Esmeralda kiderül, hogy lát, nem tudom, hogy az volt, az nem mindegy. Azt szóval... visszakapja, vagy ízauráról leveszik a láncot, és akkor tudod, ilyen, így, így tud, amikor így elindul. És akkor tudod, nem az, hogy bőksz, hanem ez az ülsz, és így És közben így belegondoltam, hogy 44 éves, 180 centi magas, izé, drabális viking állat vagyok, ez most kurva ciki, de mindegy, tehát, hogy izé van, ö, sötét van meg a filmet nézni mindenki, mondjuk most simán coming out ö, És közben viszont arra gondoltam, hogy nagyon funny, hogy a, és ami nekem nem tetszett, viszont jobban nem tetszett a filmben, mint a pontatlanságok, hogy bizonyos dolgok annyira ilyen Iskolás vagy ilyen egyértelmű módon voltak ámbrázolva, ilyen érzelmek és mm. tanulságok. Tehát nem az, hogy mit hogy vetítünk, hanem hogy, hogy most, hogy így minden rendben van, és Freddy visszatért, és jól játszanak, én a volt barátnője, itt van az első Freddy barátja, aki látszik, hogy igazán szereti gay is good. És majdnem, hogy tényleg azt láttam, hogy pff, egy plesnivel így ráírják a izére. Nem kell, tehát hogy bizonyos dolgok, értem megint amerikai nézőknek meg izé készül, ahol tényleg ugye ráírják a Superman jellemező, hogy repülésre nem tesz alkalmassá, de nem, nem kell mindent szerintem ennyire kimondani. Az a film rajongók nagy részének, vagy egyáltalán, tehát hogy a, az emberek, akik járkálnak az utcán, és vannak annyira értelmesek, hogy meg tudnak venni egy mozijegyet, szerintem azok 80%-a enélkül is meg fogja érteni azokat a tanulságokat, ami. A másik pedig az, hogy azért lássuk be, hogy tényleg egy, egy, olyan emberi sztoriról beszélünk, ami még az átírások ellenére is x darab embernek benne az egyik kicsit előbbre tolva, a, 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 története, és nem pedig egy olyan, ahol megírtuk például, mint egy szuperős film, hogy, hogy jaj, de még dramaturgiailag behozunk mm. egy olyat, hogy itt halljon meg az anyja, mert akkor az jobbat fog ütni. Nem, itt tényleg egy embernek a létező életét láttuk, tehát nem feltétlenül kell ebből tanulságot kihozni. Tehát ez ugyanolyan, hogy mit tudom én, majd egyszer elpusztulok, és csinálnak rólam egy filmet, akkor ne az legyen benne, hogy a végén így, ki, így valaki síromnál kimondja, hogy hát az ilyen nagy darab parasztokban is érző szív dobog. És közben így belenéz a kamerába, mert nem, tehát hogy... Ha ez lejön, lejön, meg egyébként nem ismer oldék vagyok, de tehát, hogy nem kell szerintem mindent kimondani, és tényleg a végén az, azok az az nagy totálok, vagy nem, tehát, hogy pont a, tehát a, a, a nagy, nagy arc azok azok, 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 hogy meghaltam, és közben megbőgtem. Igen, ugyan, Tehát, Igen. Hogy, nagyon felemás. Na, ez a lényeg. A, mennyire voltál elégedett azzal, hogy most kicsit próbálom úgy megfogalmazni, hogy mennyire szólt ez a film Frediről, és mennyire szólt ez a film a Queenről, ez szerinted jól balanszban volt-e, illetve maga Freddy, meg a tagok mennyire voltak általában, beszéltünk arról, hogy idővonalban, meg akkor nem volt bajsza, szóval, de hogy egyébként? Ö, egyébként tök jó, tehát olyan szinten, hogy nagyon-nagyon <laughs> aranyos volt, hogy szépen a tagoknak így a változásait is nagyjából kronológiai, tehát legalább a a vonulatba behozták. Tehát látszott, hogy például John Deacon volt az, akinek a folyamatosan változott a frizuráját, az elején ő is ilyen hosszú jó volt, mint a többi, aztán akkor utána teljesen rövid, akkor utána a live nél már ugye ilyen bokor volt a fején, meg ilyesmi. Ezt így nagyjából lekövették, de egyébként, hogy ugye a fontos a dolog, beszélni, tehát ugye a Freddy és a zenekar aránya, ez egyébként a zenekarban is mindig, meg a zenekar megítélésében egy ilyen nagyon érdekes kérdés volt, mert a, a Queen az mindig is zeneileg, meg a, a kreativitás, meg az ötletek szintjén, az mindig négy embernek a, 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 a nagyjából 25-25%-os produktuma volt. Tehát az a, a, abban a tér, vagy azon a téren sose volt probléma, hogy az, azt, jól ábrázolták szerintem a filmben, hogy ott, ott, látszott, hogy hol a Freddy hoz egy ötletet, hol a valaki, hol ez, hol az, és azért azt tök jó meg is mutatták, hogy meg is vannak az ilyen kreatív ellentétek, meg ugye főleg azok az ellentétek, hogy hát a jogdíjat ugye mm -hmm. azt kapja, a jogdíjat, csak ezt mondanám, <laughs> ugye üzenem a megfelelőre, a jogdíjat ugye azt kapja, aki, aki a fő írójaként szerepel a, a, az adottalnak, most függetlenül, tehát hogy royaltyt értsétek, tehát hogy persze eladtok X lemezt, akkor ugye a lemezért, még ha nem is te írtad oda, te is kapsz mint mm -hmm. előadó ö, részesedést, de értelemszerűen ugye a jogvédőktől akkor többet kapsz, ha jóval többet, mm -hmm. hogyha te vagy az írója. És tényleg mentek az ilyen fájtok, hogy jó, akkor kihozzuk a kislemezt. Kislemez kis, kis lemez ugye mostanában a, a klippes nóta, hát az ugye a kezdetekkor még nem volt az ilyen egyértelmű, nem a kis lemez az az, amit ugye szarra játszanak a, a, rádiók, és éppen azért az az a sláger, jó esetben. És ott mindig iszonyatos fájt volt, hogy van tíz nóta a lemezen, amiből írtál négyet, te hárma, tő, és az odáig oké, okay, teki ki legyen a sláger. <laughs> és, és jött az, hogy, hogy amikor elkezdi valaki védeni a sajátját, hogy és ez nagyon, ezt nem lövöm le, ez nagyon aranyos, és mindig megvannak az ilyen zenés cseszegetések, amiben általában vagy a dobos, vagy a basszusgitáros gitáros kapja meg, hogy mi vagyunk a zenészek, te meg ott vagy velünk mindig. <laughs> uh, és ez, 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 nagyon édesen benne volt, de, de tényleg ez, ez jól volt ábrázolva, hogy ezek a fájtok -ok megvannak, de, 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 látod, hogy mindegyik egyenlő súlyjal van benne. És az is valamilyen szinten jó arányban volt a filmben, vagy legalábbis hasonló arányban, persze kicsit eltúlozva, hogy ugye a Freddy volt az a kifelei extravagáns, Freddy volt az arca az egésznek, ő az, aki koncerten, ha látott, hogy itt van három ember, akik ott így játszanak különböző hangszereken, és a Freddy pózol, ő áll be így, és mit tudom én, ő meg a közönséget, ami viszont tehát előadás módjában, meg a Queennek az akkori valós imidzsében, Kicsit úgy nézett ki, hogy igen, négy ember van benne, ahol hárman tartják a negyediket a fejük fölött, és, a, és igazából annak tapsolsz a cirkuszban is, aki a tetején áll, és azért mm. puszikat szóra a közönségnek, pedig a másik három az borzalmasan nehezen tartja ah. a negyediket. És az tény, hogy ugye Freddy az, aki meghalt, Freddy az ikon, ugye kicsit a halála is még tovább ikonosította, és éppen ezért Igazából én azt mondanám, hogy a Queen-története volt úgy elmesélve, hogy abból egy embernek a személyes részét, a freddy ét bontották ki, és közben, de szerintem közben jól lekísérte a másik három ember, és az persze meg is borította volna az egész, hát a köz, közben meg úgy jöttük, hogy, hogy Brian depressziós volt, és Freddy halála után majdnem azért, ilyen öngyilkosság gondolatai voltak, akkor ő is vált, a Roger az vált, vagy háromszor, a, ugye John Deacon az, aki teljesen visszavonult azóta, és annak már látszottak jelei akkor is, hogy ő volt a visszahúzódó, és, és már öt gyerek várta otthon meg minden. Ha ezt mind belerakjuk, mint no. személyes szál a filmben, akkor tényleg azt látod, hogy Uh, ugye egy trónokharca is meg tud ebbe bukni, mm. úgy, hogy, uh, hogy közben abból millió évad van és rész, amikor tényleg ott ülök előtte, és hogy a Zsora, az kinek a mi, és melyik házban van, és ki kinek a gyereke, ki utálja őt, megizért. Ez pontos, ha ezt belerakják egy uh. kétoras film, az meghal. Tehát szerintem ezzel, hogy. Uh, tehát nem az van a filmben ennek ellenére, én legalábbis nem azt láttam, hogy. Hogy, hogy van Freddy és van a másik három csávó, hanem hogy van az a négy csávó, akiből az egyiket mm. jobban megismerjük. És szerintem jó az arány. A, te azt tudod, hogy a, a Freddy hangja hogy volt belerakva a filmbe? Igen, szerintem a lehető legjobb megoldással volt megcsinálva. Egyrészt ugye a, a dalok, tehát amikor koncertfelvétel mm. volt, vagy, vagy stúdiófelvétel, azok az eredetik voltak, Persze dolgoztak azokon is, tehát ilyen remasterek voltak, meg néha úgy, tehát ilyen vágták a dolgokat a, a filmnek megfelelően. Meg van egy-két ilyen, ilyen, ha nem is teljesen újra feljátszott, de vannak olyanok, amiben ilyen, ilyen új részeket játszottak, a soundtrack már megvan itt, ott, mint Spotify-on is fönn van. Érdemes belehallgatni azoknak is, aki ismeri az eredeti dalokat, mert, mert van egy-két ilyen nagyon jól eltalált, ilyen pici ötlet, amivel megfűszerezték őket. Meg itt mondom ezt, hogy a, 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 ugye a Queen előtti zenekar, a Smile, ahol ugye a Brian Roger már játszott, és volt egy utáros énekes, aki ugye ott hagyta őket. A, ez a Fitzko, SKB, onnantól, hogy a Smile feloszlott 68-9-ben, nem tudom, Fickó az még így zenélt aktívan pár évet, de azóta mit tudom én ilyen kedvesen ül otthon és foci meccset néz a tévében. És ennek a, a Brian Roger, már mint a real life Brian Roger, uh -huh. megkeresték őt és fölvették, mert igazából nem volt jó minőségű, többsávos, remaster felvétel arról, amit ők csináltak. Uh -huh. Kiadtak két kis lemez, de, de az tényleg úgy szól, hogy úristen és megkeresték őt, és fölvették újra azt a dalt, amit, szóval, amit játszanak a klubban az elején. Az egy teljesen real, mit tudom egy évvel ezelőtt készült felvétel, ahol tényleg az eredeti tagok ezt újra eljátszák, és ez például egy tök jó gesztus. A másik pedig az, hogy ugye tehát mondom, Freddy hangja az a felvételeken az eredeti Freddy hang, és persze van egy csomó olyan, amikor ír dalokat, vagy amikor csak gyakorol, vagy ilyesmi. Ez pedig egy, egy Mark Martell nevű kanadai srác ö, énekelte föl, volt a Queen-nek egy, egy olyan 8-10 éve talán egy olyan ö, kezdeményezése, hogy csinált úgymond magának egy tribute zenekart, főleg Amerikában. A Queen tagok, főleg Roger választott ki embereket, amikor még az volt, hogy a Queen nem aktivizálódik uh -huh. újra, hanem tényleg ott az, akkor még nem volt ez az Adam Lambert-es sztori. Ö, és és akkor volt az, hogy, hogy például megtalálták ezt a srácot, ilyen youtube dolog volt egyébként, hogy ez egy játszál otthon Quint, énekel küld be, és aztán akkor lesz egy második casting, és akkor csinálunk beletek egy olyan zenekart, hogy alátok rakjuk a kvintnek a technikáját, Izé, megturnéztatunk rendesen, persze néhol itt-ott bemegyünk vendégként a fontosabb koncertekre, de itt alapvetően ti fiatalok quint fogtok játszani, és ott találták meg ezt a Mark Martin nevű srácot, aki egy ilyen tök ilyen, ilyen joviális, kedves, aranyos fiatalember, ráadásul so valami, mit tudom én, inkább ilyen templomkórusban énekel meg minden. Tehát ő, ő ilyen frazírba teljesen nem Freddy. Aha. Viszont olyan Freddy hangja van, tehát nem csak tökéletesen levette a stílusát és a, az apró mm. apróságokat is, hanem tényleg az a nagyon ritka eset áll fönt, hogy a, a teljes hangszíne is Freddy. I've paid my dues, Time after time Done my sentence, but committed no crime. és erre próbáltam, hogy tehát néztem, figyeltem, hogy, 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 vajon mennyire lesz ordító a különbség akkor, amikor tényleg csak ül az ongoránál és írja, hogy Mama, just uh, uh, kill them -e", és, és nem, és Fredit hallottam, um. és tehát ez, ez nagyon ügyes volt. A másik meg, amit itt kell megdicsérjek, hogy nagyon, tehát sok zenés film volt már zenészekről, vagy ahol zenészek vannak, vagy akár konkrétan zenekarokról, és az nálam, ugye főleg zenészként, ott vérzett el, hogy egyszerűen azt látom, hogy még a legjobb színészeket is odarakják, és akkor kb. amikor szóló van, akkor az ember éppen a cipőjét nézi és az órát túrja. De ha nem is ennyire durva, de látom, hogy nem azt jár. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy a bbc is felvételnél elhangzik, hogy de hát mi tudunk játszani, és hogy tényleg tudnak-e játszani effektíven az Azt a nem tudom, hogy a. a tehát, hogy tényleg megtanultak-e zenélni így konkrétan a, a, a színészek, azt nem tudom. Viszont az, hogy hogy tökéletesen minden mozdulata helyén van. Tehát, a, és, és ez nem olyan ráadásul, hogy, hogy, hogy akár mondjuk csak mutatják a kezét, és mm. egy kézdublőr lejátsza ugyanaz gitáron, hanem itt basszus, igenis a színészeknek látszott, és hosszú snittekben, mm. tehát itt, itt teljes hosszú szólókat megtanítottak a Bryant játszó színésznek, aki egy az egyben tényleg szépen lejátsza, hogy az valóban megszólalt mm. volna -e így, mert lehet, hogy még hozzáér itt mm. a keze, meg nem tudom, az szinte biztos, de végre elhittem, Aha. hogy ő játsza, és nem ugrott ki az egész a vászonról, és, ez, és a másik meg az, hogy tehát a lip is ugye, amikor még, még uh, saját magamnak is, amikor mondjuk esetleg, nagyon ritkán playback szinte soha, de mondjuk amikor klippet veszek Aha. föl, értelemszerűen a 870 tékben nem éneklem végig a nótát, mert máskülönben így kiszedném Aha. a torkom és leraknám formalimba. Uh, és nagyon Nehéz még magamra is lipszinkelni uh -huh. úgy, hogy az hihető legyen, mert nem látszik a, a levegővétel, nem látszik, hogy kidagad az ered, nem látszik, hogy, hogy úgy formálod a szavakat, meg ilyesmi. És, és például ez ugyanúgy, ahogy a többieknek a hangszerkezelésben ezt a Rami Maleknek is nagyon jól megtanították a, az összes tökéletes mozdulat ah. mellett, hogy az éneklést is úgy tudja imitálni. Valószínűleg egyébként énekelt uh -huh. a felvételen, ami nem hallatszik, de azt mondták, hogy ne csak a szádat tárcsad, hanem adjál ki belőle ah. a hangot, és erőlködj, meg izé, mert akkor jön az a Aha, az, az a, a megfeszítés, meg minden. Szóval jó, ilyen, ilyen szempontból teljesen tökéletes volt. Jó. Um nem tudom, hogy van-e bármi olyan egyéb részlet, amit szeretnél még kiemelni a film kapcsolatban, e, vagy bármivel. Vannak, tehát van egy-két easter egg, e, nem mondom, tehát úgyis, tehát fölmész IMDB-re, vagy bármi, úgyis ott van az, hogy... De van, vannak olyan, olyan easter ami, ami tényleg ilyen, ilyen ja, ez... Ez jó, hogy oda rakták. Tehát egyrészt érdemes Mike Myers karakterét figyelni, és hogy mit mond, és és vajon mondott-e más filmjében, vagy csinálta -e más filmjében olyat, amihez ez kapcsolódik. Érdemes figyelni esetleg, úgyse fogjátok, nem fogjátok megismerni, de van olyan karakter, aki a Queen mostani életéhez kötődik, és három és fél másodpercig látszik a filmben, és ráadásul egy nagyon testhez álló szerepe van, és ha nem tudom előre a hintet, akkor én se tudom, hogy az ő. Mindegy, ezt majd úgyis is megkeresitek. De szóval vannak tényleg ilyen, ilyen, ilyen aranyos dolgok. Ö, éppen ezért én tényleg csak azt tudom elmondani, hogy, hogy ö, én nagyon ajánlom a filmet, annak ellenére, hogy, hogy tényleg továbbra is tisztában vagyok az összes ilyen kontinuitásbeli, meg kronológiai hibájával, meg, meg azzal, hogy a végén túlzottan egyértelműek az érzelem, érzelem kiváltó részek, meg minden. Én ajánlom ezt a filmet. Nagyon kíváncsi vagyok, tehát egyébként majd kommenteljetek, hogyha megnéztétek, hogy ha esetleg van közöttetek olyan, aki nem annyira queeranyó, vagy nincs annyira benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek lejöne annyira, vagy nektek inkább csak egy dokumentumfilm, mert én például hogy az angol premier után olvastam angol kritikákat. Ahol például valaki azt írta, hogy hát ez az, az, a queen Wikipedia oldalán, ami oda van írva, queen története, hát ez az a kockákban, nagyon profi megcsinálod, de semmi több. És szerintem meg van benne több. Uh -huh. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez nektek hogyan erő. Aki pedig queen-ajongó, annak pedig az pedig egyfajta türelemre inteném, hogy igen, lesz benne hiba, próbálj meg nem fönnakadni az érzést vedd át. Másik pedig az, hogy aki mondjuk ezzel ismeri meg egy kicsit jobban a queen és, és mondjuk berántja. Én tök képzelni, hogy van, aki azt mondja, hogy a Queen ez a radiogagás cucc, és akkor beül érdeklődésből, és be fogja rántani uh -huh. a figyel, mert van annyi pompa, meg, meg egyéb, tehát a, főleg a régi dolgok, hogy jaj, ennyire sokszínű volt, meg minden. Annak tök örülök, hogyha ez megint egy kicsit fölhúzza a Queen-nek az ilyen általános ismertségét és azt mondom, hogy jó, akkor ti pedig nézzétek meg a filmet, és utána, olvas ha tényleg érdekel, akkor olvassátok el, hogy mi, hogy történt tényleg kronológiailag, mert főleg a vége ott azért egy, egy tíz éves időszak van összehúzva, mm -hmm. majdnem vagy azt pár hónapban, azért, mert egész egyszerűen azt sem lehet máshogy elmesélni, tehát jó a film, szerintem kvírajongóknak is jó, ha el tudnak dolgokat ereszteni, nem kvírajongóknak is jó, mert egy érdekes dolog, és és akit meg ez alapján érdekel a dolog, az azért olvasom utána, hogy valójában hogy történt. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én nem voltam eddig Queen rajongó, és nem is vagyok benne biztos, hogy én leszek a legnagyobb Queen rajongó ezután, de hogy így kinyitott bennem dolgokat ez a film, és érdekel egy-két dolog, és utána fogok menni hmm. valószínűleg néhány olyan dolognak, ami akár csak meg volt említve a filmben, meg bele fogok hallgatni egy-két lemezbe, mert hogy, mert hogy abszolút tényleg megnyitott bennem valamit ez a film, és érdekessítette azt a kvint, amit itt meg ott hallgatok húsz éve, de soha nem érdeklődtem igazán utána. Így van, hallgassatok, hallgassatok Queen-t, mert az jó, és, és akár tényleg hallgassatok olyan queen ami, 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 nem az egyértelmű queen ami nem a sláger queen Nekem ugye a 74-es születésem évében készült a Queen 2, amin Hát még a Seven Seas of van rajta, ami talán így valamennyire is, tehát úgymond sláger lett később, de, de az konkrétan egy progresszív rock lemez, ez mm. nagyon-nagyon sok pici finomsággal, és például azt érdemes úgy meghallgatni azoknak, akik a Queen csak a slágerek alapján figyelik, hogy ilyen fülhallgatót fel, és, és hallgast, úgy, hogy ez főleg az, hogy 74-hez képest ők tényleg mennyi mindent csináltak, és mennyire tovább nyitották a, mm. a zenei világot. És lehet, hogy aztán pont ez lesz annyira elvont, vagy pszichedelikus, hogy valami, hogy aztán nem lesz benne Radio Gaga értelemszerűen, és akkor így nem is lesz az, hogy fú, ez most ennyi, engem ilyen sláger szinten elkap, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes élmény. Szóval ismerjétek meg a queen ha még nem, mert a Queen az jó. Aztán ja. gyertek el izére, gyertek el Unplugged Pressure koncertre néha, mert a, van egy drága cimborám, és zongorával, ilyen zongorával, akusztikus gitárral unplugged játszunk queen és ott például játszunk egy csomó olyan queen ami direkt azért, hogy ah, na ez nem ismert Queen, uh -huh. és, akkor, és akkor most csináljuk meg. Szóval, és az, az Kirány. ilyen fun. Na, szóval megnézzétek meg a filmet, hallgassatok Quint, és az jó. Ja, ja, úgyhogy abszolút, abszolút ajánljuk a filmet. A, mindenképpen írjátok meg a véleményeteket kommentben, a filmről is, meg akár erről a videóról is. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, meg nyomjátok be a kis csengőt, mert az mindenkinek jó. Úgyhogy a, még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Éró!